Köszöntöm nézőinket, Önök Hírhét című magazinunkat látják, nézzük főbb híreinket röviden. Lezajlott a választás, Mott és többség a testületben. Baráti találkozó, Honvéd nyugdíjas klub vendégei Marcaliban. A tisztánlátás élménye, a szemünk egészségére vigyáz az új optika. Galéria Szőkedencsen, világhírű kultúra a Kisfaluban. Egészségtudatos nevelés, sportnap az ovisoknak. Kiesett a Magyar Kupából a Marcali, a harmadik forduló párharca. Rendben zajlott az elmúlt hétvégi választás Marcaliban. A 8 egyéni körzetből 7-et szerzett meg a Marcali az Otthonunk Egyesület, egyet a Marcali Fidesz-KDNP, valamint listán további két fideszes KDNP-s és egy jobbikos képviselő alkotja a testületet a következő 5 évben. A város polgármestere ismét dr. Sütő László lett. 2014. október 12-én ismét a szavazóurnákhoz járulhattak a marcali polgárok. A 12 szavazókörzetben 9930-an voltak jogosultak szavazni, polgármesterre, képviselőkre és a Somogy megyei közgyűlés tagjaira. Szerencsére nagyon törvénytisztelő választópolgárok élnek a városban. Természetesen mindig kisebb apróságok elő szoktak fordulni, de ebben az évben az helyi önkormányzati választáson olyan mérvű, olyan súlyú szabálytalanság nem volt, ami a helyi választási bizottság elé került. A nap folyamán olyan apróságról volt tudomásunk, hogy két szavazó helység előtt 150 méteres körzetbe került kihelyezésre tábla, de ezt figyelmeztetést követően az érintett szervezetek beszedték, úgyhogy ez kampánycsendsértés miatt nem is került bejelentésre, egy rövid ideig volt tapasztalható, és nyilván mindenkinek az a célja, hogy törvénytisztelő módon zajlódjon le, vagy történjen meg minden településen a választás, és úgy gondolom, hogy ez sikerült is a marcali polgárainak és a jelölő szervezeteknek is. Az egyéni körzetek képviselői a következőképpen alakultak. Első körzet Fekete Lajos, második körzet dr. Mészáros Géza, harmadik körzet Kőrösi András, negyedik körzet dr. Sütő László, ötödik körzet Hosszú András, hatodik Varga Zoltán, hetedik Mozsárnék utor Veronika, nyolcadik Kisné Molnár Ágnes. Dr. Sütő László nem csak a képviselői tisztséget, de a polgármesteri széket is megőrizte. Hát polgármester jelöltként azért ilyen eredményre nem számítottam. Az egyéni körzetben ott bíztam benne, hogy elég jelentős különbséggel nyerhetek. Ön szerint a lakosságnak milyen feladatai lesznek a következő időszakban? Mi az, amit úgy rájuk lehetne esetleg testálni? Hát a lakosságnak nem gondolom, hogy különösebb feladatai lennének, inkább majd nekünk és az önkormányzatnak lesznek feladatai abban, hogy a város tovább szépüljön, a város fejlődjön, és leginkább abban lesz az önkormányzatnak és nekem is feladatom, hogy amiről a kampányban is beszéltünk, az egység az nem csak egy szólam, hanem valóban az egész város szeretnénk képviselni, egységet szeretnénk a városba, és egyértelmű, hogy akik bejutnak a képviselőtestületbe, azokkal egyenlő partnerként szeretnénk együtt dolgozni. Ez lett volna a következő kérdés, ami bízik benne, hogy a különböző pártállású vagy oldalállású emberek zökkenőmentesen tudnak majd együtt dolgozni? Én azt gondolom, hogy ez egyértelmű, ezt várja tőlünk a város. Az előző ciklusban, amikor pont ennek a fordítottja volt az arány, akkor is meg tudtuk ezt valósítani. Most, amikor nekünk kell gesztust tenni, akkor még inkább meg lehet. Polgármester úr, ha néhány gondolatban össze kellene foglalni egy pár vezérelvet, ami ön szerint fontos lenne a következő években, mi lenne az a néhány dolog? Néhány gondolat eszben. Mivel a kampányzáró beszédben erről 40 percet beszéltem, erről szívesen nem vállalkoznék, de meg fogom tenni a képviselőtestület második, harmadik ülésén, amikor ismertet fogom az 5 évre vonatkozó gazdasági programunkat. A polgármester kihívójaként Kisdörnyei László alul maradt, de listán bekerült a testületbe. Valóban vasárnap lezárult egy szakasz. Ez nem csak Marcali életében zárult, hanem mondjuk a Fidesz-KDNP életében is lezárult egy szakasz. Hát valóban vasárnap egy olyan megrendítő erejű, úgy mondom, jelzést kaptunk, amire nem számítottunk. Úgy gondolom, hogy a másik oldal sem számított arra, hogy ilyen arányban kerülnek be jelöltjei a testületbe. Hát ezt fel kell dolgozni, illetve fel kell majd dolgoznunk, mert
túl rövid még az idő ahhoz, hogy reálisan tudjuk értékelni, hogy mi is történt. Valóban egy nagyon nagy zakót kaptunk vasárnap. Az egyéni képviselők közül Kisné Molnár Ágnes került be, és gratulálunk neki, hogy sikerült azt a bizalmat, amelyet 4 éve megszerzett a választóktól megtartani. Sajnos nekem, illetve többi indulónak nem sikerült azt a bizalmat a választók felé sugározni, amely arra ösztönözte volna őket, hogy ránk szavazzanak. Meg kell vizsgálni, hogy valóban mi volt ennek az oka. A másik, ami még ugye a személyemet érinti, hogy a kialakult helyzetben elvállaltam azt, hogy polgármester jelöltként is szerepelni fogok a városban. Hát a történetet mindenki ismeri, és ezt nem akarom most itt feleleveníteni. Hát ez egész rányomta egyébként a bélyegét a polgármester választásra. De én úgy érzem, hogy a tekintettel a helyzetre, hogy nem volt olyan vészes a két jelölt között, tehát a Sütő László polgármester úr és köztem a nagy különbség. Ott szerintem egy reális eredmény született, amely lehet, hogy más lett volna, hogyha mondjuk dr. Dénes Zsolt indul, de nem ez történt. A többit valóban, tehát a jelölteknek az indulását azt elemezni kell, hogy miért alakult ki ez a helyzet. A térség országgyűlési képviselője is figyelemmel kísérte a szavazást, a következő véleményt alkotta az eredményről. Hát azt gondolom, mindenek előtt meg kell köszönni azoknak, akik vették a fáradtságot és éltek alkotmányos jogukkal, és így közvetlenül beleszóltak a településeik jövőjébe, polgármestereket és képviselőket választottak. Ez nem volt egy könnyű esztendő, hiszen 3 választást is abszolválnunk kellett, és a részvétel az nem maradt el oly mértékben a korábbiaktól, hogy emiatt aggódni kéne. Az külön öröm, hogy kisebb atrocitásoktól eltekintve békésen zajlott a kampány is, és a választás is. Meglepetések voltak a térségben, azért úgy gondolom. Igen, hát hogy ne menjünk messzebb, a marcali eredmény is engem meglehetősen elgondolkodtat. Amikor ilyen jelentős különbség van a megyei listára leadott szavazatok és a ugyanazon jelölő szervezethez tartozó egyéni jelöltek által begyűjtött szavazatok között, akkor azon nagyon el kell gondolkozni mindannyiunknak, akik ebben a választásban részt vettünk, természetesen nekem is, de azt mondhatom csak így előjáróban, hogy nagyon sok dolgunk lesz itt Marcaliban. Hogy látja az új testülettel, fogunk tudni együtt dolgozni, mire számíthat Marcali? Van egy alapvetés, hogyha egy választás véget ér, nem csak egy következő választási kampány kezdődik el tulajdonképpen rögtön másnap, hanem a megválasztott képviselő, önkormányzati képviselő, polgármester és országgyűlési képviselő függetlenül attól, hogy hányan szavaztak rá, ha a mandátumot megkapta, akkor az egész várost kell képviselnie, illetve országgyűlési képviselőként az egész térséget, illetve a nemzetet. E tekintetben nekem egy fikarcnyi kétségem sincs afelől, hogy polgármesterrel, képviselőtestülettel a marcali emberek érdekében természetesen úgy, ahogy ez az előző ciklus második felében is volt, együtt tudunk működni, és azokat a célokat, amelyeket megfogalmaznak, közösen a marcali emberek érdekében igyekszünk megvalósítani. Természetesen elképzelhető, hogy bizonyos hangsúlyeltolódások lesznek, ez természetes, hiszen nem fogunk mindenben egyetérteni. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy a mandátumot azért kaptuk, hogy az itt élő emberek érdekeit szolgáljuk, és ezért kell dolgoznunk. Kisdörnyei László lenyilatkozta, hogy a marcali Fidesz-KDNP szervezetét újra kell építeni. Ön hogy látja, szükség van erre? Ez lehetett a sikertelenség oka? Abban tökéletesen egyetértek, hogy végig kell gondolni, és újra kell gondolni azt, hogy mi vezetett idáig. Ne felejtsük el, hogy az elmúlt ciklusban 7 képviselővel vágott neki a csapat az önkormányzati munkának, és ugye sajnálatos módon Dénes doktor úr távozott közülünk, és
így talán még inkább nyilvánvalóvá vált, hogy ez zömében az ő személyes küzdelme volt, és a frakcióban dolgozók nem minden esetben használták ki a rendelkezésükre álló lehetőséget. Azt, hogy ki mit mulasztott el, vagy kiknek mit kellett volna másképp csinálni, azt gondolom, hogy elsősorban az érintettekkel kell megbeszélnünk, de azt, hogy újjá kell szervezni ezeket a csapatokat, és kinek el kell gondolkozni azon, hogy szabad-e tovább folytatni azt, amit eddig csinált, az viszont kétségtelen. Marcalit a jövőben a Somogy megyei közgyűlésben két helyi politikus képviseli. Én úgy gondolom, hogy azáltal, hogy a megyei közgyűlésben is ott tudok tevékenykedni, ezért a Marcaliért még többet tudunk majd tenni, mint hogyha csak helyben maradnék, vagy pedig ott lennék a megyén. Úgy gondolom, hogy úgy, hogy mindkét helyen ott tudok egyszerre dolgozni, mindenképp azt tartom fontosnak, hogy innétől úgy tudom, hogy együtt ezt a két dolgot csinálni, hogy Marcaliért sokkal, de sokkal többet tudunk tenni, mint hogyha nem lenne ez a helyzet. Bízik abban, hogy a több irányból bejutott képviselők majd fognak tudni zökkenőmentesen együtt dolgozni a testületben? Hát én úgy gondolom, hogy mivel kialakult a testületben egy többség, ezért muszáj lesz együtt dolgozni mindenkinek. Én úgy gondolom, hogy soha nem állítottunk olyat, hogy csak ide vagy csak oda kell szavazni. Mindig azt mondtam, hogy azzal kell együtt dolgozni, aki a város vezeti, és ezért mindent meg kell tenni, mert egyetlen egy fontos dolog van az, hogy a városunk előre jusson. Megkérdeztem a többi vendégünktől is ma este folyamán, önnek is felteszem a kérdést, hogy a város lakosságának ön szerint hol van konstruktivitási feladat ebbe a dologba, tehát miben tud hozzájárulni az önök politikai tevékenységéhez? Hát elsősorban az, hogy megkeressenek bennünket, és hogyha van egy olyan ötlet, akkor ami életképes, biztos, hogy meg fogunk tenni mindent azért, hogy ezt átfigyük, és ha kell, akkor a föld alól is szerezünk hozzá támogatást, pénzt, és ezzel akár az ördöggel is kell ezért cimborálnunk és beszélni azért, hogy tudjunk valamit tenni azért, hogy működjön a város. Képviselő úr, még egy utolsó kérdést engedjen meg, hogyha néhány vezérelvet, néhány vezérgondolatot meg kellene fogalmazni, nyilvánvaló Jobbikkal egyetértésben, akkor mit lennének azok, akár konkrétumok is, amik szeretné, hogy az ön politikai pályát a jövőben kísérné? Hát mindenképpen az elsődleges az, hogy a városnak az életképessége megmaradjon. Az egészségügy, ami én úgy gondolom, hogy Marcaliban nagyon-nagyon problémás, ezért kell megtenni mindent, hogy ez jó legyen, és hogy ne kelljen elrohanni egy sürgős esetben kisgyerekkel, akár Kaposvárra, akár Keszthelyre, hogy legyen egy olyan gyógyszertár, ami éjjel-nappal nyitva van, és ezért sem kelljen elmenni, hogy a közbiztonságot, azt, ami sajnos jelenleg Marcaliban kisváros létére elég sok probléma van ezzel, és ezen segíteni kell, a civileket összefogva a polgárőrséget, a rendőrséget azért, hogy valóban biztonságban éljünk itt, és ne az legyen, hogy bizonyos bűnözői csoportok félelemben tartják a várost. Mielőtt a feladatok felsorolásába kezdenék, azt gondolom, hogy meg kell, hogy köszönjem Marcel és a térség, illetve Somogy megyének azt a részvételt, ami szerepelt a választások időszakában. Sajátos módon a magam véleményét hadd fogalmazzam meg, hogy én úgy gondoltam, meg úgy gondolom, hogy nem csak alkotmányos jogunk kell menni szavazni, hanem egyfajta kötelesség is kell, hogy legyen. Hát ez nem igazán jött le a választóknak, de én azért szeretném megköszönni mindazoknak, akik elmentek. Külön szeretném megköszönni, aki a Fidesz-KDNP-re szavazott, és azon belül rám is, hogy bekerüljek a megyei közgyűlés listájára. A feladatokról. Gyakorlatilag most már közismert országosan, hogy az EU-s felzárkózás keretében gyakorlatilag a Somogy megyére 50-52 milliárd forint áll rendelkezésre. Ennek a elosztásáról kell gondolkodni a megyében. Ez óriási feladat, hiszen 2014 és 20-as időszakra vonatkozik ez a területfejlesztési operatív program, és ez a felzárkózás az gyakorlatilag tettekben, pályázatokban, tervekben megvalósul, és azoknak a kivitelezésében erős óriási feladatot kell, hogy vállaljunk. Azt gondolom, hogy el kell mondani, hogy Somogy megyét képviseljük, de a 3. szám választókerület a
akinek vezetője gyakorlatilag Móring József Attila országgyűlési képviselőnk. 72 település tartozik ez a választókörzethez, ehhez kell, hogy feladatunkat hozzárendeljük. Leginkább számomra a Marcell és Kistérség tartozik, ahol nagyon sokan feladattal számoltunk, amit szeretnénk megvalósítani, illetve támogatást szeretnénk nyújtani a városnak és a környéken élő embereknek. Mik a fő feladatok itt a környéken? Fő feladatok ebben a programban, amit gyakorlatilag meg kell, hogy valósítsunk. Először is a kórháznak a rendbetételén gondolkodunk, hogy ami tőlünk telik, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy Marcinak valóságos kórháza legyen. A kórház mellett a munkahelyi teremtés az nem csak közhely kell, hogy legyen, hanem valóban munkát kell adni az embereknek, és Marcell ebből egy kicsit lemaradt ebből a szempontból. Újra át kell gondolnunk, hogy Marcell térsége az a Balatonhoz tartozik, és 13 kilométerre vagyunk Marcellitól. Számos olyan feladat van, amit el kell végezzünk, mert gyakorlatilag az ország kincséről beszélünk, és ezt még nem sikerült úgy kiaknázunk, amennyi lehetőség van ebbe a történetbe. A következő gondolat, azt gondolom, a közbiztonság szinte mindenkit érdekel. Szeretnénk kezügyben is előrelépni, hogy Marcell és a térségben élő, illetve a somogyi emberek is biztonságosan érezzék magukat. Illetve még egy gondolat, ami nagyon fontos. Tudjuk azt, hogy a középkor óta, a feudalizmus óta gyakorlatilag agrárország vagyunk, és ezt a gondolatot továbbvéve azt gondolom az ország és Somogy megyének a kincseit ki kell, hogy aknázzuk, és jelentős előrelépés akkor tudunk elkövetni, ha ismét olyan helyzetbe hozok az agráriumot, ahol gyakorlatilag az ország biztos jövőjét ezzel tudjuk biztosítani. Marcelli város új képviselőtestülete már hétfőn megkezdi munkáját, amikor első ízben összeülnek a városatyák. A Marcelli Honvéd Nyugdíjas Klub baráti klubokat hívott találkozóra. A meghívást elfogadta Horvátországból a Varasdi Belügyi Szervek Nyugdíjas Klubja és a Nagykanizsai Határőr Nyugdíjas Egyesület is. 15 éves barátságot ünnepeltek a Honvéd Nyugdíjas Klub tagjai és vendégeik. Ez a mai nap, ez a barátságra vezethető vissza. 15 éves a mi barátságunk. Ez úgy kezdődött valamikor, hogy abban az időben a Horvát Klubnak volt kapcsolata a nagykanizsaiakkal, és mi a nagykanizsaiakon keresztül kapcsolódtunk be ebbe a négyes találkozóba. Ez úgy alakult az idő folyamán, hogy később évenkénti találkozóra került sor, amelyet mindig más-más klub, más-más helységben rendezett meg. Ezek a találkozások lehetőséget adtak arra, hogy megismerjük egymás belső életét, azt a várost, ahol ők rendeznek egy találkozót, annak a városnak az életébe egy pillanatra bepillantsunk, a jelenjébe, esetleg a múltjába is egy keveset. Erre törekszünk a mai napon is. Ma délelőtt itt a Korzóba, a városunk egyik legszebb helyén, a kulturális részleggel tudunk dicsekedni, megmutatjuk a múzeumot, ami a városnak a régmúltjára vezet vissza bennünket, bemutatjuk a új sportcsarnokunkat, ahol sportjátékokat fogunk lefolytatni, utána egy városnézés és egy kirándulást terveztünk be, amit később egy finom vacsorával zárunk le. Nagyon szépen köszönjük a közreműködőknek, hogy segítettek bennünket. Nagyon jól esett a város részéről is a segítség, és a Korzó részéről is a segítség. Az egész napos jó hangulatú rendezvénynek lesz folytatása, hiszen a szervezetek fontosnak tartják a barátság ápolását. A Széchenyi Zsigmond mezőgazdasági szakképzőiskola és kollégium adott otthont a Földművelésügyi Minisztérium, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Prolansis Kft. Közreműködésével szervezett szakmai konferenciának, amely az újra gondolt mezőgazdaság címet viseli. Tehát a mai nap az nagyon jelentős, nem csak az intézmény életében, hanem azt gondolom, hogy magyar agrárium számára is egy fontos határkőhöz érkeztünk, ugyanis az a szemlélet, ami korábbi években megindult, végre testet ölt 2015. január 1-től, azok a gazdák, akik úgynevezett zöld technológiákat használnak, plusz állami forrásokhoz juthatnak, ami az előzetes alapján úgy néz ki, hogy hektáronként 80 euró plusz támogatás jelent, ami forintra elszámolva jelen pillanatban 24 000 forintos olyan támogatás, amit akkor
vehet igénybe a gazda, ha ebbe az úgynevezett zöldítéses programba a zöld energiát használ. Úgy gondoltuk, hogy az intézmény, mint a Földművelésügyi Minisztérium kiemelt intézménye, fontos, hogy felkarolja ezt a dolgot. Ezt a mai napot úgy szerveztük meg, hogy a Földművelésügyi Minisztériumból meghívtuk azokat a kollégákat, akik a program kidolgozásában, illetve a törvényalkotás szempontjából fontos lépcső és mérföldköveknél ott voltak, illetve a szakképzés, az agrárszakképzés szempontjából fontos személyek megtiszteltek bennünket. Dömötör Csaba főosztályvezető úr, a társintézmények igazgatói eljöttek a mai napra. Valamint, ami nagyon fontos, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara igazgatója, illetve a helyi Falugazdás Szövetségnek, a szervezetnek a vezetője is előadást fog tartani a zöldítéssel kapcsolatban, hiszen a gazdáknak meg kell ismerniük a változó környezethez való alkalmazkodáshoz azokat az információkat, aminek eredményeképpen hatékonyabban, eredményesebben tudnak gazdálkodni, nem utolsó sorban ki tudják használni mindazokat az anyagi erőforrásokat, amiket a gazdaság szempontjából fontosnak tartunk. Ez a gazdasági része, de ennél van egy sokkal fontosabb szempont, ami az iskola életében fontos, ez pedig az, hogy olyan szemléletváltás, egy olyan szemléletformálás kezdődött el, aminek eredményeképpen csökkenni fog reményeink szerint a vegyszer felhasználás, ami az élhetőbb és tovább vihető környezetvédelem szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. Azt gondoljuk, hogy ha ebben a legkisebb lépést, a legkisebb segítséget is meg tudjuk adni, hogy a fejekben ez a gondolat megüljön, akkor azt gondolom, hogy az utódaink, illetve a jövő szempontjából fontos lépést teszünk. Ez kiemelt küldetés az intézménynek, és bízunk benne, hogy nem csak célok ezek, hanem megvalósul, testet ölt, és ez már 2015. január 1-ével megtörténhet. A zöldítéssel kapcsolatban az intézmény mindig próbált a környezetvédelmi szempontokhoz igazodva olyan technológiákat használni, amik arra szolgálnak és azt segítik, hogy a lehető legmodernebb eljárásokkal, de a legértékesebb zöld energiák kerüljenek visszaforgatásra. Itt tudom elmondani, hogy van egy cég, akivel ezt a programot most közösen szervezzük, a Prolansis nevű cég, akikkel együtt háromféle technológiának a bemutatása is meg fog a mai napon történni. Lesz egy biohumusz kiuttatás technológia, amit megmutatnak, illetve lomtrágya, amik sok ember számára már ismert fogalmak, de azt gondolom, hogy ezek a szerves anyagok visszavezethetnek bennünket abba az időszakba, amit majd Lévai professzorú Debrecenből, aki érkezett és előadást tart nálunk, hogy az 1900-as években, amikor még volt állatállomány Magyarországon, például Somogyban 160 ezer körüli szarvasmarha, akkor megvolt ez a szerves trágya, amit most gyakorlatilag próbálunk újra előállítani és visszajuttatni, hiszen az elmúlt időszakban csak a vegyszeres talajutánpótlás és egyebek történtek meg. Itt gondoljuk azt, hogy bele kell nyúlnunk és szemléletet kell váltanunk. Az iskola pedig elkötelezett emellett, hiszen nem csak a képzési struktúránkban szerepel kiemelt jelentőséggel a környezetvédelmi, hiszen természet- és környezetvédő technikusokat is képeztünk az elmúlt időszakban, hanem gyakorlatilag minden technológiánkat igyekszünk úgy végrehajtani, úgy használni, hogy az valójában segítse a szemléletváltás vezető gondolatokat. A szemüvegek és kiegészítők mellett szakorvos is várja az Erzsébet optikába érkezőket. Tiszteltel köszöntök mindenkit, úgy gondolom a város életében mindig fontos, hogyha egy új üzlet nyílik, és ezzel minden szolgáltatás jelenhet meg a lakosság érdekében. A szemészet kifejezetten ilyen, hiszen a szemünk világára mindig nagyon kényesek vagyunk, mi akik szemüvegesek vagyunk, ezt pontosan tudjuk, hogy mekkora kincs a látás, és mekkora probléma, amikor ez nem megfelelően működik, tehát amikor egyszerűen zavar bennünket a mindennapi életbe, és az, hogy sajnos már az állami ellátásban nagyon hosszú időt kell várakozni, ez mindenképp fontos, hogy megjelenik a magánszféra, amelyik ezt át tudja valamilyen módon hidalni. Én úgy gondolom, hogy a város számára ez egy nagyon fontos bejelentés, hogy ma egy új üzlet nyílott, és bizony benne, hogy sokan fogják igénybe venni a szolgáltatásait. Ezzel az üzletet átadom. Köszönöm szépen, polgármester úr! Az új optikában dr. Tóth István szemész főorvos is várja a pácienseket, aki nem idegenként érkezett Marcaliba. Én nagyon nagy örömmel jövök ide vissza Marcaliba. Ugye korábban 12-13 évet dolgoztam itt, és utána volt egy rövid szünet, és ezzel az optikával, a magánszférával sikerült ide így visszajönni, és
nem csak én úgy látom, hogy nem csak én örülök ennek, hanem már rengeteg telefont kapok, hogy a korábbi páciensek is nagyon örülnek, hogy újból találkozni tudunk, és meg tudják kapni azt a megszokott szemészeti vizsgálatot, amire ők korábban is eljöttek hozzám. Cukorbetegek, magas vérnyomásos, egyéb belgyógyászati betegségek miatti szemfenék vizsgálatokat. Ez mindegyikünknek az érdeke, hogy ha valamilyen panasz van, akkor ugye egyből tudjunk időben lépni. Valóban itt nem kell várakozással eltölteni az időt, nem csak itt helyben, hanem hogy a hosszabb hetes, hónapos előjegyzések sincsenek itt, hanem mivel én kett csütörtökönként délután jövök ide, ezért őket egyből meg tudom nézni, mind a látásélességvizsgálatot, mind a szemfenékvizsgálatot, minden egyéb szemészeti vizsgálatot, ami ilyenkor szükséges, és valóban megkapják azokat a orvosi papírokat, amik kellenek mind a saját házi orvosukhoz, mind ha olyan az eset a foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálatokhoz. Ezt mind megkapják egyből. És itt gyerekszemészetet is csinálunk, és nem csak kamaszkorban, hanem gyakorlatilag 2-3 éves kortól is tudjuk a gyermekeket megszűrni, megnézni, megvizsgálni, amennyiben szükséges a megfelelő szemüveget fölírni. A kérdés másik felére, valóban ez a rohanó világ, a számítógépes világban miatt fölgyorsul a gyermekeknek ez a látás változása, inkább így mondanám, mert ez nem romlás, ez egy változás, egy optikai változás, amit viszont korrigálni kell, hogy ők élesen lássanak akár közelre, akár távolra. Az új optika széles árukészlettel és szakképzett személyzettel várja a látogatókat. Hát elég széles árukészletünk van szemüvegkeretekben, nagy lencse gyártó cégekkel is szerződéses kapcsolatban állunk, úgyhogy elsősorban ugye, aki szemüveget szeretne, tehát látás problémája van, az bennünket felkeres, szakorvosi látásvizsgálat keretén belül is meg tudjuk oldani. Hát igazániból, mivel hogy említettem, hogy előjegyzés szükséges a szakorvosi látásvizsgálathoz, ezért, hogyha nincs időpontja, akkor nyilván vissza kell jönni, de hogyha hoz receptet akár kórházból, vagy a saját ő általa választott, a lakosság által választott szemészorvosok által felírt recepteket, nyilván be tudjuk váltani. Látszerész kollégánk tud segíteni a megfelelő lencse kiválasztásában. A legalapvetőt mondom, hogy az egyfokuszú lencsét a 4-5 napos vállalással tudjuk, tehát akkor van kész egy szemüveg, de hogyha csak keretet tetszik választani az ügyfél, azt is megteheti. Hát be tudjuk csiszolni az előző lencse alapján is, de nyilván, hogy azért mindenképp tanácsos egy szemészeti vizsgálat, hogy egyáltalán az megfelelő-e, hogyha azok a paraméterek megfelelnek, ami a korábbi szemüveg keretében volt. Több ezer szemüveg keret közül lehet választani, aztán ezen kívül hagyományos, de akár a világcégek márkás lencséjéből is készülhet a komplett szemüveg. Túl az orvosi látás élesség vizsgálaton egy teljes körű szemészeti szűrés zajlik. Gondolunk itt a ma már népbetegségnek számító szürkehályogra, vagy akár a cukorbetegség, a diabetesz szemészettel kapcsolatos gondozására, de más egyéb olyan jellegű szemészeti problémákra is, amik folyamatos orvosi kontrollt igényelnek. Mindig azt szoktam mondani, hogy a szem az nézegetésre való, hát a számítógép monitorjának egy bizonyos azonos távolságra való, hát nincs jobb szó rá, bámulása, az messze van a nézegetéstől. A szemet ez fárasztja, sőt, hát, hogy mondjam, csak árt is neki. Kevesen tudják, hogy Magyarországon jogszabályi kötelezettség a munkáltatók részéről, hogy a dolgozót, aki számítógépet használ, ellássa a munkavégzéshez szükséges segédeszközzel, olyannal, ami az egészségét, jelesül itt a szemének az egészségét védi. Természetesen ebben is tudunk segíteni, akár úgy, hogyha cégek jelentkeznek, akkor egy csoportos kedvezmény biztosításával tudunk egy kedvező ajánlatot tenni erre. A rendszeres szemvizsgálat minden életkorban fontos. Ebben nyújt segítséget a városban élőknek az Erzsébet Optika. Künczel Szabó Szőkedencsre települt amatőr művész galériájába kapott stábunk meghívást.
Zeljko Hude grafikáit az országban sokan ismerik, mégis személyesen találkozni a művésszel és grafikáival meghatározó élményt jelentett. Marlies Rambacher több éve települt a Szőkedencsen. Werkstatt zu haben, und in Deutschland konnte ich diesen Traum nur träumen, und hier kann ich diesen Traum leben. Ez az én új hazám. Nagyon jól és nagyon szabadnak érzem itt magam. Biztosan itt szeretném leélni az életemet. Mindig is az álmom volt, hogy egy saját galériám és egy saját műhelyem legyen. Németországban ezt csak álmodni tudtam, de itt Magyarországon valóra válthattam az álmomat. Nagyon sokat nyaraltam itt Magyarországon. Az anyukám Romániából származik, és mi minden évben jöttünk ide. Sok időt töltöttünk itt, mert egész életemben mindig csináltam valamit. Magyar hagyományokhoz híven lovaskocsin utaztam, és Magyarországon rengeteg gyönyörű ló van. Lovagolni, lovagolni, lovagolni. Ezt az ember Németországban nem tudja, mert sok utca és autó van mindenhol. De ez olyan csodás. A magyar mentalitás egészen más, mint a németeké. Az emberek nagyon barátságosak, figyelembe vesznek és mindig ott vannak. Csodásan tudnak ünnepelni. Segítenek nekem, segítőkészek minden tekintetben. Nekem Magyarország az álomországom. Galériájában nem csak saját képzőművészeti alkotásait állítja ki, hanem egy-egy érdekes vendégművész munkáit is. Kétségtelenül izgalmas jelenség a horvát származású, jelenleg Ausztriában élő Zeljko Hudek. Úgy érzem magam Magyarországon, mintha otthon lennék. Már régóta vagyok itt, csak nem minden évben jövök, csodálatosan érzem magam. Milyen témában, ezt nehéz megmondani. A képeim emberi esetekről szólnak, megfigyelve az embereket és a szituációkat. Ez tulajdonképpen a témám. Az emberek és a környezetük. A macska, mint sok ember. A macska egy karakter. Neki tulajdonképpen nem tudunk dirigálni, mint például egy kutyának. Ez nekem nagyon érdekes, mindig, mint egy ember. Grafikái különös mesebeli virágot teremtenek. Furcsa utcarészleteket, apró embereket láthatunk képein, akik játékautókra emlékező autóikon utaznak, sétálnak, bevásárolnak, vagy éppen kibámulnak az ablakon, mintha egy színes babaváros lakói lennének. Mulatságos kandúr portréi ennek a világnak egyik jellegzetes figuráját mutatja be. Külföldön és hazánkban is keresett művész műveit számos galéria gyűjteményében megtalálhatjuk. A jó hangulatú kiállítás megnyitó kisé eltért a Magyarországon megszokottól, itt minden vendéget baráti szeretettel köszöntettek, és kötetlenül zene, borozgatás és vacsora mellett éjszakában nyúlóan beszélgettek a művészetről. A hagyományokhoz híven az idei évben is a városi sportcsarnok adott otthont az óvodások sport délelőttjének. A sportlapból zenés bemelegítéssel kezdünk, hogy majd kérdezzetek, hogy helyezkedjetek el, úgyhogy mindenki elküldjen. Utána pedig 14 olyan játékos feladat vár benneteket, amiben megmérhetitek ügyességeteket. A 15 pedig egy versenyfutás lesz óvodánként, először a Bóvita, ahol a lányai, majd a fiai, utána a meseparkó oda lányai, majd fiai, és végül a tündérvért oda lányai és fiai. Közös bemelegítéssel indult a sportnap. Öt ügyességi feladat várt a kicsikre.
A rendezvényre nem csak a gyerekek, de az óvodapedagógusok és a szülők is nagyon készültek. Minden évben megrendezzük a sportnapot, ez a 15. alkalom, úgyhogy úgy készültem, én vagyok a szervező, hogy 15 feladat lesz a gyerekeknek, játékos feladat. 14 olyan játékos feladat lesz, amit nem versenyszerűen végeznek a gyerekek, a 15. meg egy versenyfutás lesz óvodánként, illetve az első helyezettek összemérhetik egymás gyorsaságát, ügyességét, úgyhogy a Tündérliget óvoda, a Mesepark óvoda és a Bóbita óvoda első helyezett lány, illetve a fiú összemérheti gyorsaságát. Úgy válogattam össze a mozgásokat, hogy egy jót mozogjanak, illetve a nagycsoportos óvodásoknak megfelelő. A jó hangulatú rendezvény közelebb hozta a kicsiket a testmozgás játékos megismeréséhez. Csütörtökön a Marcelli VSS-e otthonában a Magyar Kupa harmadik fordulójában lépett pályára a Haladás VSE. A szombathelyi gárda 10 góllal magas fölénnyel verte a hazaiakat, így bejutott a Magyar Kupa legjobb 16 csapata közé, míg a marcelliak kiestek. Jól kezdte a Haladás a mérkőzést, hamar magához ragadta a kezdeményezést, ami a gólok számában is megmutatkozott. A szombathelyiek magabiztos előnnyel vonultak pihenőre, ekkor 11-20-at mutatott az eredményjelző. A második félidőben kicsit kapkodó lett a vendégek játéka, így a hazaiak csökkenteni tudták a két csapat közti különbséget. A játék végére ismét összeszedetten játszottak a vendégek, így magabiztos 10 gólos győzelmet arattak a zöld-fehér lányok Marcaliban, amivel bejutottak a Magyar Kupa legjobb 16 csapata közé. Egy nagyon jó haladás, esett, főleg az első félidőben. Egy rövid értékelést kérnénk a találkozóról. Én is úgy gondolom, hogy az első félidőben sikerült közé tenni a mérkőzésen azt a távolságot, amiből utána már nyugodtan kézilabdázhattunk. Igaz, az első félidőben nem a megszokott felállásba játszottunk, hanem azokat a játékosokat próbálgattam, akik az elmúlt hetekben, akikre nem számíthattam, mert sérülésből épültek fel, és hát őnekik próbáltam megfelelő játék lehetőséget adni, és hogy érezzék a feléjük áradó önbizalmat, ezért próbáltam úgy összeállítani őket, és ezt meg is hálálták jó játékkal, volt azért még hiányérzetem, de jó játékkal szolgáltak. És én azt gondolom, hogy egyébként az ellenfél pedig egy nagyon fiatal, nagyon lelkes kis társaság, és épp mondtam az előbb a Böldör Szilvinek, hogy mindenképpen együtt kell tartani ezt a kis társaságot, és akkor a jövőre nézve újra egy egészen ütőképes kis marcali jöhet össze itt ebben a bajnokságban. Hát úgy láttam azért, hogy nem is fél órát játszottunk jól, hanem 40 percet, mert az első félidő utolsó 10 percében is szerintem nagyon komolyan helyt állt a csapat, nagyon jól játszott, nagyon jól mozgatta Lara a csapatot, szerintem összeállt a védekezésünk is, mindenki oda tette magát. Az első 20 perc pedig szerintem még mindig a múlt szombati bajnoki mérkőzésünkről szólt, és kb. 20 percbe telt amíg ezt át tudtuk vészelni, és ki tudtunk ebből jönni. Végeredmény Marcali, Haladás 26-36. A Marcali gárda ezzel a vereséggel kiesett a Magyar Kupából. Műsorunk végén nézzük fel híreinket még egyszer röviden. Lezajlott a választás, Mott és többség a testületben. Baráti találkozó, Honvéd Nyugdíjas Klub vendégei Marcaliban. A tisztánlátás élménye, a szemünk egészségére vigyáz az új optika. Galéria Szőkedencsen, világhírű kultúra a Kisfaluban. Egészségtudatos nevelés, sportnap az ovisoknak. Kiesett a Magyar Kupából a Marcali, a harmadik forduló párharca. Ennyi fért mai műsorunkba, híreinket keressék a www.tavitv.hu internetes oldalon, és látogassanak el a Balasport Facebook oldalára. Viszontlátásra!